különleges mestergerendát fogunk bemutatni a nézőknek néhány percbe. 1838, tehát nagyon régi mestergerendáról van szó. Mi az, amit érdemes erről tudni? Üdvözlöm a kedves nézőket a Csornai Múzeum kamaratermében. Időszaki kiállításaink állandó szereplője ez az 1838-as Csornai Fölsőszeri Mestergerenda előlap. Jelenleg a teremben a Győri Rohmer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum vándorkiállítása tekinthető meg. A kiállításnak már a címe is izgalmas, Amulettől a szenes vízig, sötét varázslatok kivédése és egyéb mágikus gyakorlatok emlékei a Kisalföldön. Az ilyen mestergerendák nem csak a 18-19. Századi parasztházaknak a mennyezetének a súlyát viselték, de fontos, mágikus, szakrális szerepet is játszottak, mintegy elválasztották a földi szférát a felső rétegektől. A legkorábbi ismert mestergerendákat az ácsok ékrovással díszítették, rendszerint rozetta motívumokkal. Az ehhez hasonlók a 18. század végétől már domború faragással készültek, majd az 1840-es, 1850-es évektől kezdték el festéssel is díszíteni a mestergerendákat, melyeknek rendszerint az alsó lapját is díszítették, vagy faragással, vagy festéssel. Ezeken a mestergerendákon rendszerint szerepel a ház építtetőjének, tehát első tulajdonosának neve és az építés évszáma. A régi paraszt házak a rába közben gyakran ki voltak téve az időjárás viszontagságainak, gyakran veszélyeztette őket az árvizek, villámcsapások és tűzvészek, és ezért a rába köz többségében katolikus lakossága ezekre a mestergerendákra gyakran vallásos fohászokat vésetett rá az ácsokkal a bajok veszélyek elhárítására. Ilyen volt például, hogy Jézus Mária Szent Anna legyen a háznak oltalma, vagy az Isten őrizze meg minden veszedelemtől. De ezeken kívül jellegzetes mágikus védő funkciót látott el az IH Jézus monogram, valamint a Mária monogram, továbbá az itt is bemutatott domború faragású csillag vagy szimbolikus nap ábrázolás. A gerendákat faragó ácsok rendszerint a saját rábaközi nyelvjárásukban úgy faragták rá a feliratokat, ahogy ők azt maguk kiejtették, a saját helyesírásukkal, ahány gerenda, annyiféle írásmód. Egyébként ezen a gerendán különböző építészeti stílusok jegyei figyelhetőek meg, jellegzetes cseréből kinövő tulipán motívumok, valamint a barokkos domború faragás, de emellett erre az 1838-as reformkori időszakra jellemzőek ezek a cof stílusú füzérdíszek, a hullámos szalagmotívumok, a keretezett szalagmotívumok, valamint a görögös meander motívumok, melyek már klasszicizáló jellegűek. Az akár több szobán is átérő mestergerendáknak a faragott része feliratai rendszerint a tiszta szobából voltak láthatóak, olvashatóak. Emellett a tiszta szobában kiemelt mágikus jelentősége volt a mestergerendának, többek között a halottakat is. A tiszta szobában a mestergerenda alatt ravatolozták fel, fejjel az ablak felé, hogy a lelkük utat találjon a túlvilág felé. Egyes adatközlők szerint a táltosok, tudósok titkos tudását is a mestergerenda alatti beavatással adták át az fiatalabb generációnak. Emellett a mestergerendáknak a felső lapjára helyezték el a paraszt emberek a féltősebb dolgaikat, a Bibliát, a kapcsos imakönyvet, kalendáriumot, fontosabb iratokat, pénzeket és egyéb értékeket. A rába köz parasztházainak mestergerendái az 1960-as években a régi parasztházak lebontásával eltűnésnek indultak. Szalonta Judit vezetésével a Csornai Múzeum az 1970-80-as években számos rábaközi mestergerendát vásárolt meg és mentett meg az enyészettől, melyeket néprajzi emeleti állandó kiállításunkon önök is megtekinthetnek. Erre a mágikus, varázslatos, kissé boszorkányos időszaki kiállításra most ősz elején is várjuk kedves látogatókat, iskolai csoportokat, tárlatvezetésekre, múzeumpedagógiai foglalkozásainkra. Jöjjenek el önök is, mindenkit szeretettel várunk a Csornai Múzeumban!